Szeretettel köszöntök mindenkit, Vásárhelyi Virág vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és a támogató videósorozatunk második részével jelentkezem, amelynek témája most a projektpedagógiának a következő eleme, a multidisziplináris szemlélet, amelyet most több szempontból fogunk megvizsgálni, miért lehet hatékony és miért lehet hasznos az iskolai gyakorlatunk során. Ha arra törekszünk, hogy több tantárgyat kapcsoljunk össze egy tanulási folyamatban. A szakmai együttműködés a tanárok között szempontból nézve a multidisziplináris tanulási folyamatokat, azt látjuk, hogy ugye alapvetően egy iskolában, amikor dolgozunk, az óráinkat egyedül tartjuk, nem páros, vagy nem egy kooperáló folyamatban. Ennek ellenére nyilván vannak olyan tevékenységek, pedagógiai tevékenységek, amelyek szakmai együttműködést kívánnak, ilyen az osztályfőnökök és a szaktanárok együttműködése, akár az értékelő megbeszéléseken, vagy tanév közben egy-egy diákunk esetmegbeszélése során. Ugyanígy az esetmegbeszélésekre jellemző, hogy iskolapszichológussal vagy fejlesztő pedagógussal dolgozunk együtt, de alapvetően a tantárgyak szempontjából az azonos szakokon dolgozó tanárok munkaközösségei a jellemzőek, amelyek a tehetséggondozás vagy a felzárkóztatás szempontjából mindenképpen szorosan együttműködnek. A projektpedagógia alkalmazása során arra nyílik lehetőségünk, hogy a más tárgyat tanító kollégáinkkal működjünk együtt, tehát olyan projektvezető párok, csoportok alakuljanak, amelyek akár a földrajz vagy az irodalom tantárgy összekapcsolását is lehetővé teszik, illetve a projekt során alkalmazhatunk külső szakembereket, vagy bevonhatunk külső szakembereket is, ezzel növelve a humán erőforrást is az iskolában. Hogy milyen haszna, milyen pozitív hatása van a tanári együttműködéseknek az oktatás minőségére, a szakmai tudás tőke fogalmával lehet talán jól megvilágítani, amely három kompetenciából áll össze, a humán, a szociális és a döntési kompetenciából. Tulajdonképpen arról van szó, hogy minél több együttműködés zajlik a tanárok között az iskolában, annál valószínűbb, hogy a problémák kezelése, a konfliktusok kezelése, a módszertani kultúrának a fejlesztése nagyobb teret kap, több lehetőséget kap. Ennek az az előnye még, hogy rendszertől függetlenül ad fejlődési lehetőséget az iskolában dolgozó pedagógusok számára, hiszen a más kollégák szakmai tudásának megismerése révén a pedagógiai eszköztárunk bővülhet. Lehetőséget kapunk arra, hogy egy problémát több szempontból járjunk körül, és ezáltal hatékonyabban kezeljük, hatékonyabb megoldást találjunk. A konfliktuskezelés, amelyet közösen hajtunk végre, komoly stresszcsökkentést eredményezhet, ha arra gondolunk, hogy egy nehezebben kezelhető, nehezebben bevonható diákunkkal egy másik kollégánk jobban együttműködik, és az ő óráit meglátogatjuk, és vagy vele együtt dolgozunk egy projektben, akkor az adott tanuló bevonását is sokkal könnyebben megoldhatjuk, hogyha megismerhetjük a sikeresebb kollégánk munkáját. És nem utolsó sorban modellként szolgálunk tanulóink számára, hiszen nagyon fontos szempont az, hogy az együttműködési készség egy tanulható készség, tehát mintaként szolgálunk a diákjaink számára azáltal, hogy más kollégákkal jó hangulatban, célzottan és hatékonyan együtt dolgozunk. Ha a tanulási folyamat tervezésére vetítjük a multidisziplináris szemléletet, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy egy-egy ismeretanyagot több terület, tudományterület összekapcsolásával mutatunk meg. Nem feltétlenül, itt a multidisziplinaritásnál nincs kapcsolata a tudományterületek kutatási módszerében, mindegyik a saját módszereit alkalmazza, az az interdisziplináris szemlélet, amikor már ezt is összekapcsoljuk, tehát a kutatási módszereket is, de mutatok egy példát arra, hogy például egy kerettörténet hogyan tudja segíteni ezeknek a területeknek az összekapcsolását.
A nyomozás Erdélyben Horvátné Gyurisán, Szabina és Horváth Anita díjnyertes digitális témahét projektje egy olyan tanulási folyamatot mutatott be, ahol egy nyomozás volt, egy detektív történet lett a kerete a tanulásnak. És ez segítette azt, hogy a különböző tantárgyak, amit látjuk, nem is kevés, magyar nyelv és irodalom, földrajz, fizika, hogy egy-egy példát kiemeljek, összekapcsolódott a gyerekek kutatása során. Magyar nyelv és irodalomból a kerettörténeten belül jegyzőkönyvek és vádiratok formájában jelentek meg a szövegértési készségnek a fejlesztése. Továbbá gyakorolhatták az érvelési, fejlesztették az érvelési készségüket, hiszen vádbeszédeket kellett írniuk, miután Edgar Allan Poe történeteit dolgozták fel. Földrajzból, miután Erdélyben játszódott a történet, Románia és Bulgária természet és gazdaság földrajzával foglalkoztak a gyerekek. Fizikából, nagyon érdekes, ahogy a denevéreknek, mint a krimi műfajában, vagy a detektív történetek műfajában egy izgalmas motívumnak a megjelenése nyomán a denevérek tájékozódásával, az ultrahang fogalmával ismerkedhettek meg. Biológiából és egészségtanból a vámpír történeteket megerősítve így kapcsolódtak be a denevérek és egyébként a nyomozásos keretbe. A hemofília fogalmát kutatták, és applikációkat fejlesztettek a diákok, amelyek megmutatják, hogy milyen vércsoportú lesz a szülők gyermeke. Informatikából így látható tehát, hogy a szövegszerkesztés, az applikáció fejlesztés megjelenik, az angol nyelvnél pedig a kerettörténet elemeinek fordítása során gyakorolhatták az idegen nyelvi készségeket, fejlesztették kompetenciákat a gyerekek. Egy másik szintén kerettörténetre épülő, de már nemzetközi projekt volt, a Hullámok hátán című szintén digitális témahét projekt, amelyben három országnak a diákjai dolgoztak együtt, Magyarország, Erdély és Felvidék, a Mystery Skype alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot. A kódolás hetéhez is hozzárendelték a projektet, itt ugyanis a programozás volt a középpontban. A diákok egy egyéves hajóút kerettörténetén belül tengerészeti zászlók, logikai feladatok, testnevelés során való elvégzése, és a Minecraft hajók tervezésén keresztül fejleszthették az algoritmikus gondolkodásukat. Továbbá a kerettörténet arra is lehetőséget adott, hogy a víz motivuma kapcsán az élőhelyek, a vizes élőhelyekkel kapcsolatos megfigyeléseket, kísérleteket végezzenek, illetve a víz, mint motivumnak az irodalomban és a képzőművészetben való megjelenésén keresztül az alkotó készségüket is fejleszthették. Most nézzünk egy olyan projektet, ami már nem multi, hanem interdisziplináris, tehát két tudományterület szorosabb összekapcsolására adott lehetőséget. Ez a Sehol Ország című projekt, amely dr. Mezei Mónika és Kerek Roland projektje volt, ahol az utópia fogalmával foglalkoztak a diákok. Itt most láthatjuk azt, hogy milyen szépen építkezett a projekt, hogy hogyan tudtak a projektben egyre magasabb rendű gondolkodási készségeket fejleszteni a projektvezetők. De ami most nagyon fontos, hogy az interdisziplináris pedagógiai projekt szempontjából, hogy a történelem és a magyar irodalom tantár, illetve az utópia fogalma lehetőséget adott arra, hogy az állam elméleteket, az emberi jogokat és a felvilágosodás eszméit szorosabban vizsgálják az irodalmi műveken belül is, és mindezt egyébként egy nagyon izgalmas alkotó folyamatba ágyazva, hiszen a diákoknak saját utopisztikus államokat, disztópiákat kellett a projekt végére létrehozni. Tehát összefoglalva megnéztük azt, hogy
az előadás elején, hogy a tanárok, azaz mi magunk számára, a pedagógus számára milyen előnyökkel jár, hogyha együttműködünk más tantárgyakat tanító kollégáinkkal. Most az a néhány készség, és a teljesség igénye nélkül lett itt kiemelve, amelyek a diákok számára nagyon fontosak abból a szempontból, hogyha nem elszigetelten dolgozunk csak egy tárgyra koncentrálva egy tanulási folyamatban, akkor a probléma megoldó készségüket mindenképpen fejlesztjük, hiszen egy adott problémát több szempontból kell körüljárniuk. A kritikus gondolkodásuk is fejlődik, továbbá az összefüggés kezelésük, és a probléma megoldó készség kapcsán a kreativitásuk is nagyobb teret kaphat. Most nézzünk egy lehetőséget arra, hogy ha nem is indítunk projektet a diákjainkkal, hogyan tudunk egy több tantárgyat összefogó tevékenységsort ajánlani itt a digitális munkarend során a diákjainknak. Mi a kollégáimmal arra készültünk, hogy a koronavírus kapcsán ajánlunk feladatokat. Egy Padlet falat hoztunk létre, ahol már is látható, hogy Koronavírus kicsit másképp címmel. Egy magyar nyelv és irodalom, biológia, földrajz és egy történelem feladatot ajánlottunk. A magyar nyelv és irodalom volt az első tantárgy, ami felkerült erre a falra. Itt Boccaccio Decameron című művével kapcsolatosan a karantén fogalma az, ami elindította a tevékenységet. Arra kérjük a diákokat, hogy Boccaccio művének feldolgozása során egy saját karantén novellát írjanak meg. Biológiából pedig a Decameron kerettörténetében megjelenő firenzei pestis járvány kapcsán a pestis járvány baktérium a pestis járványt okozó baktériummal, annak terjedésével és típusaival kapcsolatosan kell a szövegre épülve is kutatásokat végezni. Földrajzból egy térképet, összehasonlító térképet kell készíteni a koronavírus és a pestis járvány kapcsán. Történelemből pedig az emberek életmódjával kapcsolatosan kell szintén a Decameron szövegére épülve kutatásokat végezni, és összevetni a karanténbeli életmódot a mai élet mostani járványhelyzettel. Ez lett volna akkor a multidisziplinális szemlélettel foglalkozó videóerőadásunk. Köszönöm a figyelmüket, és nagyon szép délutánt kívánok, viszontlátásra!